Ahogy arról korábban beszámoltunk, egy családi perpatvar során meghalt egy férfi Törökszent Miklóson. Egy kalapáccsal próbálták lerendezni a felek egymás közt a nézeteltérést, azonban tragédia lett a vége. A 34 éves férfi sérülése miatt nagybátyja azonnal hívta a mentőket, de ő azt már nem várta meg, hogy kiérkezzenek, sőt a másik fél sem kérte az ellátást. Másnap egy gazosban találták meg a férfit, akkor már sajnos nem tudtak rajta segíteni. A Jászont-Huszonok vármegyei főügyészség halált okozó testi sértés büntette miatt emelt vádat azzal a 35 éves Törökszent Miklósi férfival szemben, aki a vádirat szerint 2023. augusztus 18-án este az utcán a kerékpárját szerelte, amikor megérkezett hozzá az ittas állapotban lévő férfi rokona. A rokona alkohollal kínálta őt, amit ő visszautasított, erre a másik férfi elkezdte őt sértegetni, kötözködni kezdett vele. A vádlott ekkor indulatos állapotba került, és a kezében lévő, a kerékpár szereléshez használt kis kalapáccsal egy alkalommal nagy erővel fején ütötte a sértettet, aki ettől a földre zuhant, és eszméletét vesztette. A férfi akkor a szomszédok segítségével kihívta a mentőket, azonban a mentők megérkezésére már a sértett magához tért és elhagyta a helyszínt. Később a férfi Törökszent Miklóson egy füves területen összeesett és másnap belehalt a sérülésébe. A főügyészség a vádiratában a férfival szemben börtönben letöltendő szabadságvesztés büntetése, valamint közügyek gyakorlásától eltiltásra tett indítványt. Az ügyben a szolnoki törvényszék fog dönteni. A férfi letartóztatásban várja a döntést.